A pollen, azaz a szóródó virágpor rengeteg problémát okoz az allergiásoknak, most a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országszerte alacsony, de helyette jócskának ad olyan növény, amely kellemetlen tüneteket vált ki. Folyik az orrunk, szemünk váladékozik, tüsszögünk, köhögünk, és bizony akár asztmás jellegű légúti rohamok lehetnek. Na most ilyenkor egy embernek, aki ezeket elszenvedi, muszáj, hogy minél hamarabb mossa magáról le gyakran az arcát, a haját mossa, a ruháit, az ágyneműjét, és hát lehetőleg akkor abban az időben ne is nagyon nyisson úgy ablakot, hogy ő ezeket a tüneteket megélje. De azért ezt tudnunk kell, hogy minél többet vagyunk tiszta levegőn, annál inkább a szervezet tud reagálni jó reakcióval, tehát gyakorlatilag azt nekünk nem szabad elfelejtenünk, hogy minél több fát ültetünk, a levegő minél tisztább lesz, annál nagyobb a valószínűsége, hogy kevesebb allergiás beteg lesz a későbbiekben. A meteorológiai előrejelzés alapján heves zivatarok kialakulására számíthatunk, ilyenkor a roncsolódó pollenszemek esetenként asztmatikus tüneteket is kiválthatnak, de más is okozhat kellemetlenséget a pollenszezonban, tette hozzá a megyei tiszti főorvos. Súlyosbító tényező az, hogy a levegő szennyezettsége az nálunk nap mint nap észlelhető, és az emberek ezzel a szennyezett levegővel találkoznak, ezt érezik be. Most a csalánfélék pollen koncentrációja közepes, esetenként magas szintet érhet el, az útifű és kenderfélék virágporának értékei pedig közepes szinten vannak. A kevésbé jelentős allergének közül a hárs, a szelídgesztenye, a fenyőfélék pollen koncentrációja az alacsony tartományban marad. A kültéri allergén gombák spóraszáma országszerte magas, nagyon magas szintet érhet el. Egyre több allergiás érzi az erősebb pollen fertőzöttséget, a növények azonban tisztítják a levegőt, ezért is érdemes több facsemetét ültetni, véli a megyei tiszti főorvos.